A Városszépítő és Védő Egyesület szervezésében folytatta misszióját a hosszú temetőben Poklosi Péter. Az Egyesület elnöke temetői sétáján ezúttal az ott nyugvó személyiségek síremlékeivel és a temető művészi értékű alkotásaival ismertette meg a résztvevőket. Az elmúlt évben több kivételesen értékes síremlék kripta felújítása készült el, amelyeket szintén megtekinthettek az érdeklődők, akik csatlakoztak Poklosi Péter rendhagyó történelem órájához. Mint ismeretes, idén részben megújult a családi kripta sor, számos síremléket helyreállítottak és olvashatóvá tették a feliratokat. A munkálatok során előkerültek német, latin és magyar nyelvű sírkövek is, amelyeket korábban a támfalba építettek be felirattal befelé fordítva. A fal újjáépítése során rekonstruálták az eredeti feliratokat is, majd kifelé fordítva visszahelyezték a köveket. A Városszépítő és Védő Egyesület munkájának köszönhetően az elmúlt évben több kivételesen értékes síremlék kripta felújítása készült el önkormányzati támogatásból. Poklosi Péter szívügyének tartja a síremlékek gondozását és rekonstruálását, így az időről időre megrendezett közös síták jó lehetőséget adnak a csendes elmékedésre, és méltóságot adnak Székesfehérvár színes történelméhez.